Parancsolj, tiéd a szó, kicsit sokáig beszéltem. Nem, nagyon érdekes volt, és nagyszerűen összefoglaltad a dolgokat, és csak annyit, hogy kicsit a saját oldalamról, ha megengeded, akkor hozzáteszem, ami eszembe jut. Persze. Abból indulok ki, hogy az emberi szervezet szerintem a világon az egyik legnagyszerűbb rendszer. Ennek a rendszernek vannak alrendszerei, és az egyik nagyon fontos alrendszere az enterohepatikus körfolyamat. Magyarra rosszul fordítva epekörforgás. Na most ez, ha az emberi élet során sérül, megváltozik, ahhoz képest, hogy működni kellene, ennek lehetnek öröklési okai, étrend, életrend, betegség, stb., akkor ez az egész szervezetre kihat, ahogy te mondtad, egyelőre csak rágyújtott az illető a kazal mellett, utána vitte az egész kazlat, mert kigyulladt, meg az egész falut esetleg. Tehát magyarul, ha idejébe törődnek ezzel, és figyelnek rá, akkor igen, ez megfogható és kézbe tartható. Tehát egy nagyon fontos dolog ez a rendszer. Na most ezt az orvosok nagyon jól ismerik, mert a biokémia tankönyvükbe egy nagyon fontos pont az enterohepatikus körfolyamat, kissé talán az orvosaink túl vannak terhelve, rohannak, nagyon kevés idő jut egy betegre, ezáltal nem globálisan mondanak véleményt esetleg az egész emberről és a szervezetről, hanem tünetekből indulnak ki, és akkor vagy kicsit mélyebbre belemegy, vagy nem. Na most, ha mélyebbre belemegy, akkor valóban a gyors epeműtét javaslat helyett vannak megoldások, hogy az étrendre, életrendre, epekő oldásra és zúzásra. Természetesen az epeköveknek úgy tudom a 80%-a koleszterinkő, a többi az úgynevezett kemény, mészárnyékos, márványos kő, amivel sajnos tényleg nem lehet mit csinálni, mint sajnos, ha az epehólyag már nem tud kontrahálódni, akkor eltávolítani, de a 80%-nál lehet előtte oldani, vagy zúzni, vagy a kettőt együtt. Ezt is csak ilyen kiegészítésként. Nagyon fontos, hogy... Nagyon köszönöm, nagyon jó. Hölgyek, urak, úgy kell ezt az enterohepatikus ciklust elképzelni, hogy az egy liter híg májepe, meg a besűrűsödött egy tizednyi, az nem úgy van, hogy egy liter ott van, hanem az a folyamat összességében ennyi, és ennek jelentős része visszakerül, visszaszívódik a legtöbb része a patkóbélből, és körülbelül 10-15-20%-a, mikor ennyi, az bejut a bélrendszerbe, égbél, csípőbél, vastagbél, és ott állati nagy feladata van. Emulgálja a zsírt cseppeket, és lehetőséget tesz a zsírbontó enzimek működésére. Egy. Inhibálja az összes toxint, ami akár tetszik, akár nem termelődik, mert vagy a mikrobiológiai állapotban a fakultatív patogének elszaporodtak, vagy külső patogén jutott be, és annak a toxinjai ott vannak, és rendet csinál a vastagbélben. Ne legyen gram negatív. Humanorfin flóra legyen, mert hogyha gram negatív ott van, onnantól kell, pár perccel ezelőtt elmondtam, hogy mi minden gondok és bajok lesznek. Tehát az epének tetszik, nem tetszik, ki kell jönnie.